Külföldről jön a gáz, de hogy pontosan mennyiért, ezt idáig csak kevesen tudták. A kormány ugyanis azt mondta, ez üzleti titok. A fogyasztókat nem is ez érdekelte a legjobban, hanem az, hogy ők mennyit fizetnek a gázért. A Fidesz kormány által elindított rezsicsökkentés után a számlán szereplő összeg majdnem 30%-kal lett kisebb. A szocialisták hiába próbálták megtudni, hogy mennyiért veszi a gázt a világpiacon a magyar állam, nem kaptak választ a kérdésükre, ezért pert Az állami tulajdonú földgáz nagykereskedő cég végül a kúriáig vitte az ügyet, de a legfőbb bírói testület kimondta, ezek az adatok nyilvánosak, el kell árulniuk, hogy mennyiért jutnak a gázhoz. A rezsicsökkentés ellenére többet fizettek a magyar családok a gázért, mint amennyiért azt a földgáz Beszerezte. A szocialista párt frakcióvezetője szerint az adatokból kiderül, hogy 2013-ban és 2014-ben összesen 29 milliárd forinttal fizettek többet a magyar gázfogyasztók annál, mint amennyit az állam fizetett a gázért a gázpiacon. Az általuk korábban kikért adatok szerint 2016-ban és 2017-ben is többet fizettünk a gázért, csak tavaly 50 milliárd forinttal. Azt is kiszámolták, 2013 és 2018 között ez mekkora többletkiadást jelent egy átlagos fogyasztónak a rezsicsökkentés ellenére. A Fidesz 70 ezer forintot vett ki összességében egy, ugye egy évre vagy ezekre az évekre vetítve egy magyar család zsebéből. A híradó által megkérdezett energetikai szakértő szerint továbbra is arra kell készülni, hogy a gáz nemzetközi ára Alacsony marad tartósan, és tendenciózusan csökkennek a nemzetközi piacon az energia árak, szemben mindenféle egyéb, mondjuk kormányzati előrejelzése. A Fidesz frakció vezetője szerint viszont csak a közelgő választási kampány miatt lett téma most a gázára. Azok a szocialisták, akik 8 éves kormányzások alatt kétszeresére növelték a villamosenergia árát, háromszorosára a gázárát, azok rajtunk akarják számunkérni, hogy miért csak 25%-kal csökkentettük a gázárakat. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerint a szocialisták valótlanságot állítanak, és a fogyasztók eddig 170 ezer forintot takarítottak meg a rezsicsökkentés miatt. Arra azonban nem válaszoltak, hogy valóban olcsóbban veszik-e a gázt 2013 óta, mint amennyit a fogyasztóknak adják. Az EON nevű német gázszolgáltató éppen a világpiaci árakkal magyarázza, hogy a 2500 köbméternél többet fogyasztóknak 5%-kal olcsóbban adná a gázt, mint az állam. Tegnap Német szilárd volt rezsibiztos azzal vádolta meg a céget, hogy ezzel beszállnak a választási kampányba. Az EON szerint ez nincs így, és emlékeztettek, hasonló kedvező versenypiaci ajánlattal más piaci szereplők is jelentkeztek az elmúlt években.